Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fesztiváli résztvevők, tisztelt polgármester úr! Kicsit több fényt kérek, de ne rám, hanem a nézőtérre. Köszönöm szépen! A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöksége nevében szeretettel köszöntök minden megjelentet az Egyesület 23. Országos Kulturális Fesztiválján itt Szarvason. Ez a 23. kulturális fesztivál. Néhány hónapja magam sem hittem, hogy lesz ilyen, de mégis hittem, ezért hát itt vagyunk. Történt ugyanis, hogy március elején az EGRI Műhely egy színjátszó fiatalja megkérdezte tőlem, hogy hol lesz idén a fesztivál. És azt kellett mondanom, nem tudom. Mikor lesz? Nem tudom. De lesz fesztivál? Kérdezte ő. És én azt mondtam, hogy lesz. Mert fesztivál minden évben van. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület fesztiválja 1987 óta minden évben megrendezésre kerül. És hogy miért? Talán azért, mert nekünk a tegnap nem elég. Talán mert soha nem volt elég. Talán azért, mert volt egy ember, volt egy csapat, voltak segítők, akik 87 óta minden évben megrendezték, megszervezték ezt a kulturális fesztivált. És voltak szereplők, művészeti csoportok, voltak felkészítők, akik évről évre többen éltek a megmutatkozás lehetőségével. Aztán változtak az idők, és ma is van egy ember, van egy csapat, vannak segítők, akik ezt a fesztivált évről évre elviszik valamelyik városba. És aminek örülünk, hogy vannak intézmények, műhelyek, művészeti csoportok, szereplők és felkészítők, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy megmutassák magukat, megmutassák azokat a művészeti értékeket, mert azt gondolom, és mindenki láthatta már a nyitóképben is, hogy művészeti értékekről van szó, és ezt láthatjuk majd az elkövetkező néhány órában, és aztán pénteken, szombaton és vasárnap folyamatosan itt a Művelési Központ színpadán és a szabadtéri színpadon, hogy értékekről van szó, és ezt meg kell mutassuk a világnak. Nos, mivel nekünk a tegnap nem elég, ezért évről évre megrendeztük ezt a fesztivált, és évről évre azt gondolom, és ezt nagyon sokan bizonyítják, hogy egyre szervezettebb módon és egyre színvonalasabb módon. Amikor tavaly Debrecent elhagytuk, bizonyára mindenki emlékszik az itt ülők közül a Kölcsei Központban rendezett fesztiválra, többen azt kérdezték tőlem, hogy hogyan lehet ezt a fesztivált felülmúlni. Én azt gondolom, hogy nem felülmúlni kell, hanem minden évben valami újat adni. Most itt Szarvason egy mosolygós, könnyed és lehetőségekkel teli fesztivált kívánunk adni mind az ide érkezett résztvevőknek, mind pedig Szarvasváros polgárainak. Azt gondolom tehát, hogy volt, van és lesz fesztivál. Pontosan azért, mert nekünk a tegnap nem elég. Ha holnapba tekintünk, én hiszek abban, hogy mindig lesz egy ember, lesz egy csapat, lesznek segítők, és ami ennél sokkal fontosabb, lesznek szereplők és felkészítők, akik szeretnének élni a megmutatkozás lehetőségével, és ez így lesz a jövőben is. A 24., a 25. és az azt követő kulturális fesztiválokon.